A legrosszabb halált el nem kerülheti, húgával együtt. Mert én ezt is várom. Biztosan tudott a temetés tervéről. Hívjátok őt is, ott, bent láttam imént, s feltűnt zavart, s révedtek tekintete. Kezedre adtak, s meghalok. Többet kívánsz. Nem én. Ha ez meg lesz, mindent elértem. Nagyon nagy szerelmese vagyok az antik tragédiáknak, és amióta ide kerültem a Kosztolányi Színházba, 8 éve, én minden évben elmondom, hogy mennyire jó lenne valami antik tragédiát csinálni. És akkor most jött el ennek az ideje, Belgrádból jött egy szerb rendezőnő, Jelena Bogávac és a húga, aki volt a dramaturgia, és akkor így nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy de mit jelent ma az Antigone, vagy mit jelent a temetetlen halott, vagy... És akkor igazából... Ahogy azt úgy meg is szoktuk a Kosztolányban, egy körbejártuk ezt a témát, és igazából maga a szöveg, vagy az előadás váza maradt ugyanaz, csak megpróbáltuk mi magunkhoz közelebb hozni, igazából csak a végén van egy blokk, ami nem az eredeti szöveg. Jaj, és jaj, és ujjaj, és ajjaj, jaj, jaj! Jaj a kötelező házi olvasmány Antigonénak! Jaj azoknak, akik rövid, kivoradt formájában olvassák Istenetet! Jaj Szofoklésznek, akinek a stílusa az arhaizmusban gyökerezik! És akinek a műveit minden bolond átköltek itt lemformában. Kihagytam belőlük az isteneket, mint felesleges részletek halmazát, mely tel is teli van dramaturgiai szempontból haszna vehetetlen anyaggal. És mindazzal, ami nincs. Nincs többé, soha nem is volt. Megpróbáltuk megfejteni azt, hogy mit jelent egy-egy kar, és hogy igazából az antik tragédiában mit mond el egy-egy kar. És tényleg arra jutottunk, hogy le lehet fordítani úgy egy mondatra, hogy az egyik kartól arról szól, hogy a szerelem. A másik csak egy zene intermezzo. A harmadik, vagy az első, a kezdődal, az arról szól, hogy mi történt Tébában. És akkor megpróbáltuk ezt úgy nézni, hogy jó, mert legtöbb embernek épp ezek a kórusok siklanak el. Tehát, hogyha megkérdezem, hogy miről szól az Antigone, és miről szólnak a karok, akkor erre a legnehezebb választ adni. És akkor így megpróbáltuk megfogalmazni egy zeneszámban. Ebben az életben elmesélődik egy családi történet, egy vérfertőző kapcsolat, melyben Oidipus király és felesége ez volt a negyedik előadás, és épp a harmadik előadáson voltak gimnazisták a Kosztolányi Tehetséggondozó Gimnáziumból Szabadkán, és utána írt nekem az egyik fiú, akit készítettem fel egy versmondó versenyre, hogy most a dolgozatukra a téma az Antigonéból kritikát írni. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogy miket írtak. Hát elvileg jó, én legalábbis úgy éreztem, hogy jól fogadták, vagy nem. Nem ment tőlük távol, mert ugye ezt főleg ilyen idősen, középiskolásan nagyon nehéz ezt befogadni, vagy ezzel azonosulni egyáltalán, hogy miért kéne ezzel foglalkozniuk. De tele volt a színház, amikor játszottuk, és úgy éreztem, hogy úgy együtt vagyunk, úgyhogy jó élmény volt. Jaj az Istenek! Minden Istennek, akiket kiűztek ebből a tragédiából! Jaj az Isteneknek! Minden Istennek, akiket előztek ebből a világból! És a világnak, melyben az uralkodók a szponzorainknak tartoznak számadással! És a lelkiismeretnek, amely nincsen, mert nem létezik öntudat sem, mert nem létezik jó, mint olyan, miként rossz sem, mert hiszünk a szabad választásban, de minden vagyunk, csak szabadok nem. Sok van, mi csodálatos. De az ember mi? Nincs semmi csodálatosan. Ez egy görög dráma, és nagyon nehéz a szöveg, az érthetőség, és számunkra is nehéz volt, és a néző számára is szerintem egy nehéz dolog, hogy felfogja, hogy igazából mi is ennek az üzenet, és hogy mit akarunk átadni. És nehéz volt értelmezni sokszor, és ezért gyakoroltunk nagyon sokat, hogy ne úgy mondjuk például mondjuk, mint egy verset, hanem ugye sokkal természetesebben, hogy a közlés volt itt nagyon fontos. Nehéz volt azért szerintem. Kér cukros taliszlit? Az majd megédesíti. Nem vagyok én olyan olcsó. Fagylaltot is veszek magának a Stefánia. És elvisz aztán az Orfeumba talán. Elég! Azt se tudja hol van. Látom azon a nagy orrán. Hogy én? Hiszen hetente járok. Na, bizonyítsa. Mivel szívecskék? Mi most a nagy siker? Melyik kuplé? Havi 200 pengő fixel. És? Ki énekli ezt? Hát maga meg én. Na most figyeljetek. Brum,
brum, brum. Havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. Havi 200 pengő fixel, feleségül venném önt. Mert a jó léteznem kétszer, nekem nem kell ház és kétszer. Vacsoráznom sem kell kétszer, s se voltam én úgy fönn. Havi 200 fix, csak ennyi az egész. Havi 200 fix, és a boldogságunk kész. Gyere már, Tóni! Fáni, nem megyek sehová. Hát mit csinálsz? Csak nézem. Hogyan múlik el? A délután. Mi lesz így ezekkel? Mamma szok. Nekem aztán két gombócot vegyek. Amennyi csak belefér a babici szájába. Ezt a darabot Horváth Péter tanár úr írta, Fáni a padon a címe. Ez egy komédia két felvonásban, vagy két részben. Ezt a darabot már ő hozta nekünk az órára, és kicsit beszélgettünk róla, hogy igazából miről is szól ez, mit kéne a színpadra vinnünk, és mindig nehézség az, hogy megnevettessük a nézőket. A néző könnyebben sírja el magát, ugyebár. És szerintünk ez egy nagyon nehéz feladat volt, és a második felét, azt konkrétan nekünk írta tovább a Horváth Péter tanár úr, mert ugye öten vagyunk ebben a darabban, és elvileg ez négy szereplős darab, ezért az ötödik személyre még írt ezt a Mutter című, vagy hát a Mutterről szóló történetet, és akkor így vontuk bele ezt az egészet. De ami hátra van, az csak most kezdődik. Ó, Budán a legszebb lánya Fáni, olyan szép, hogy nem is igazán, vele fogok máma levizsgázni, késő délután, nézzük, hogy ül a mámi a padon, szerepe hálás is tudja, de nagyon, a vége kurta és furcsa és rövid, mert aki írta, lerágta a tollai tövid, az élet néha rossz és kegyetlen, én mégis úgy ültök a padon, de végre vége, hát szóljon a szájon, a zúgjon, a zengjen, a dörögjön, a dörögjön.